Sziasztok! Ma egy különleges túrát tettünk. Délután 6 órakor indultunk a körülbelül 2 kilométeres szakaszra, majd sátrat vertünk 1800 méteres magasságban, ott is szakáztunk, és reggel hazaindultunk. Szemdől Staubenbe tartó hegyi vasút az első olyan hegyi vasút a világon, amelyet energiafüggetlen és környezetsemleges módon üzemeltetnek. Az áramellátás napelemes rendszer és akkumulátorok biztosítják. Kevesebb, mint 8 perc alatt teszi meg az utat. Stauben hegyi fogadó 1751 méteres tengerszint feletti magasságban áll. A négy országra néző lenyűgöző kilátást érintetlen hegyi növényzet veszi körül. Bentől a sátorhelyig a túra közel 2 kilométer volt, 160 méter szintemelkedéssel.
egész Alpsteint számos keresztirányú törés keresztezi. A Sachsenlücke része az Alpstein legjelentősebb törésének, a Sachsenschwende törésnek. Az Alpstein keleti részeit süllyedt el, és mintegy 1000 méter tolódott el észak felé.
reggel 6 körül ébredtünk. Éjszakán nyugodt és nagyon csendes volt. Egy gyors reggeli után összepakoltunk, majd megindultunk vissza a Stauberni fogadóhoz. Thank you.
Köszönjük, hogy megnézted! Várunk szeretettel a következő videónknál is! És ha még nem tetted, kérjük iratkozz fel a csatornánkra, hogy nehogy lemaradj a további videókról!